Köszöntöm a nézőket! Bajai Kultúra mai adásában beszámolunk a Bajai Fiatalok Színháza legújabb előadásáról. Foglalkozunk a Bajai Festők és Kézművesek Baráti Egyesületének csoportos tárlatával, emellett egy közelgő zenés programról is beszélgetünk. Na tehetik, tartsanak velünk! Áprilisban debütált a Bajai Fiatalok Színházának legújabb darabja, a Kis Herceg. A társulat már régóta készült a bemutatóra, az előadások pedig a premiért követően is teltházzal zajlottak. A következő percekben részleteket is mutatunk a darabból. Nézd, én egy komoly ember vagyok, aki most sokkal fontosabb dolgokkal foglalkozik, mint a virágok. Megtelt a Városi Színházterem nézőtere április 15-én és 16-án a Bajai Fiatalok Színházának a legújabb előadásán. A társulat régóta készül arra, hogy színpadra állítsa Antoine de Saint-Exupéry a Kis Herceg című művét, amely végül most, 2023. áprilisában debütálhatott a nagy közönség előtt. Ott már Attila híradónknak úgy nyilatkozott, 36 fő van állandó mozgásban a színpadon, a háttérben pedig további 17 fő segít abban, hogy gördülékeny lehessen az előadás. A főpróba hét, én azt gondolom, hogy fantasztikus volt, és nagyon olajozottan folyt. Én nem is gondoltam egyébként, hogy ez ennyire gördülékeny lesz. Egy picit tartottam tőle, hogy én is kiestem már a rutinból, másrészt pedig hát azért ennyi ember, és nem csak az, hogy sokan vannak, hanem hogy itt kicsi a hely. Tehát akármennyire is azt hiszi az ember, hogy ez egy nagy színpad, nem, azért annyira nem nagy, és hát a háttérben, ami a főpróba héten nagyon-nagyon fontos volt, hogy a díszletmozgásokat, az átállásokat, a kellékmozgásokat, tehát tényleg, hogy minden elférjen, és hogy ne ütközzenek se a szereplők, se a díszletelemek. Hát itt, aki már volt a Bajai Városi Színházban, és tudja, hogy itt milyen a háttérország, hát azt nagyon-nagyon tudja, hogy hát itt mindent ki kell számolni. És ugye mi tettségi időkre dolgozunk, tehát van egy adott zene mondjuk, amire át kell állni a következő jelenetre, és azt nem lehet túllépni. Tehát ezt nagyon sokáig kellett gyakorolni, és hát nagyon sok ilyen váltás van, de tényleg nagyon jó, és jó hangulatban telt a főpróbahét, így aztán én azt gondolom, hogy már eleve úgy álltak a szereplők színpadra tegnap este, hogy ezzel az élménnyel a hátuk mögött. Ott már Attila a háttérstáb munkáját is méltatta. Ugye három koreográfusunk volt, Antal Réka, Agócs Nóra és Zahalka Tamás. Ugye nagyon sok mozgás, nagyon sok tánc van az előadásban, a zenéket is úgy válogattuk össze, hogy a különböző jelenetekhez illeszkedjen, viszont ez azt is eredményezte, hogy ezekhez különböző stílusú táncok kellettek. Tehát ez a három ember nagyon megdolgoztatta a táncosainkat, meg a többi szereplőt is. Aztán Fehér Baros Anikó, aki állandó jelmeztervezőnk, ő dolgozott most is velünk, és szerintem fantasztikusat alkotott. A már jól bevált csapat Csanádi Gyuri díszlet szcenikus műhelyének munkatársaival készítette el a díszletet. Aztán voltak kellékeseink, Hegyi Nagy Ági, Wolf Kató és Kékesi Liza. A két lányzó, a Liza és a Kató, akik itt folyamatosan felügyelik és mozgatják a kellékeket, és ügyelnek arra, hogy mindenkinek mindig ott legyen a kelléke, ahol kell. Aztán a darabunk hangmérnöke Szabó Dani, aki a pultba dolgozik. Világítást tervezünk Zsöllér Tamás, aztán a fővilágosítónk Deák Dominik. Vannak még technikai munkatársaink, akik fejgépeknél ketten vannak, Tóth Izabella és Szigeti Dávid Bálint. De aztán voltak, akik már az előkészületek alatt segítettek nekünk. Itthon volt Pető Dávid és Paszterkó Máté, akik Pestről jöttek le azért, hogy együtt dolgozzanak a csapattal és segítsenek. De itt van Szűcs Krisztián is, aki segít nekünk, Kincs Jani. Tehát tényleg nagyon nagy a stáb, és hála Istennek én azt mondom, hogy nagyon büszke vagyok mindig a háttérstábunkra, mert azért a munka oroszlán részét, mielőtt még ide bárki is bejönne a szereplők közül, őnekik már el kell végezniük, meg kell tervezni az egészet, hogy az kiállításában, megszólalásában is olyan legyen majd, amilyennek lennie kell. A társulat az első előadáson különleges vendégek előtt is játszhatott, ez pedig még több motivációt jelentett a szereplők számára. A premier egy nagyon különleges élmény volt, és minden premier különleges, de ez sokszorosan az volt. Egyrészt azért, mert nagyon régen volt ekkora csapat itt ezen a színpadon részünkről, hiszen ugye a Covid alatt nálunk is leállás volt, aztán a padlást csináltuk, amiben sokkal kevesebb szereplő volt. Tehát egyrészt ezért is volt különleges, másrészt pedig azért, mert itt voltak velünk a 99-es Kis Herceg előadásnak a szereplői közül nagyon-nagyon sokan, tehát megnézték a premiért, és utána jöttek velünk a premier partira is.
és hát elképesztő. Ők azt mondták, hogy egy ilyen időutazáson vettek részt, hogy megint gimnazistának érezték magukat, szinte tudták a szövegüket még, és együtt lélegeztek a mostani szereplőkkel, aztán meg is ismerkedtek természetesen a mostani alter egójukkal. Tehát fantasztikus élmény volt. Hát azon kívül pedig az, hogy itt teltház előtt játszhatta a csapat a Kisherceget már a bemutatón is, az természetesen még hozzáadott. Tehát tényleg nagyon nagy élmény volt mindenkinek. Nyilván, aki benne van egy darabban, minden momentuma közel áll a szívéhez, de neked mégis egyébként mi az ebben a darabban, akár a díszletet tekintve, akár a szerepeket tekintve, akár a szövegrészleteket tekintve, jeleneteket tekintve, ami igazán közel áll? Féltem ettől a kérdéstől. Igen, mert ez most tényleg az a darab, ahol nem tudnék kiemelni egy olyan jelenetet, vagy kettőt, hármat, ami a legkedvesebb számomra, mert hogy itt elindul az elején az előadás, hogy az első felvonás az a hosszabb, az 80 perc, és ugye ott történik tulajdonképpen a nagyon sok minden, hogy amikor a Kisherceg találkozik a pilótával, aztán elkezd mesélni, aztán ugye visszamegyünk a bolygójára, aztán elindul a bolygók között, és végigjárja 8 bolygót, tehát nagyon sok minden történik, de hogy olyan gyorsan követik egymást az események, és annyira, hála Istennek, meg tudtuk úgy csinálni, hogy minden helyszínnek és minden bolygónak, minden ott megjelenő szereplőnek egész más karaktere van, hogy egyrészt nem unatkozik a néző, nyilván a szereplők sem, és hogy ezért nem tudok kiemelni az első felvonásból sem, a másodikban pedig ott vannak a fontos jelenetek, amikor a kígyóval találkozik, amikor a kisvirágokkal, a rózsákkal találkozik, tehát mindennek annyira jelentős mondani valója van, és ezt egyébként a szereplőknek is mondtam a próba folyamat alatt, hogy ne gondoljátok, hogy itt egy fél mondatot is el lehet mismásolni. Itt Exupéry nagyon sűrítve írta meg, hogy az egész könyv nem túl hosszú. Tehát tényleg egy estés olvasmány. És hogy annyira fontos minden mondat benne, és ez egyébként visszajött, hála Istennek, én azt láttam, meg érzékeltem, hogy ott ültem a közönség soraiban én is, és azt a, nem is tudom ezt megfogalmazni, ilyen kellemes morajlás végigfut egy-egy fontos mondat után, hogy hú, tényleg, és hogy hú, ez milyen igaz. Tehát ilyeneket hallottam a közönség soraiból így halkan, és ez azt jelzi, hogy igen, tehát meg tudtuk fogni a lényeget, és tényleg nem sikkadnak el mondatok. Tehát a másik felvonásban vannak ezek a nagyon fontos részek. Aztán persze a rókával való találkozás, hát a legszebb gondolatok, amit mindenki ismer ugye a világon, mert a leghíresebb idézet lett, ugye ez a jól csak a szívével lát az ember, de aztán ott van, amikor a Kisherceg meghal, a pilótának gyönyörű monológiai vannak, tehát tényleg nem tudok kiemelni egy olyat, ami számomra a legkedvesebb, itt az egész nagyon-nagyon kedves számomra. Hegyi Hunor a Kisherceg szerepében léphetett színpadra, amely az eddigi legnagyobb szerepe a társulatban. Nagy élmény volt, ugye találkoztam az akkori Kisherceggel, ami egy óriási élmény volt, hogy ő, amikor eljátszott ezt 24 évvel ezelőtt, hogy akkor milyen volt, és most milyen volt meg. Hát voltak még főbb szereplők, ott volt például a Róka, a Rózsát, aki játszotta akkor, és nagyon jó élmény volt, hogy ők is elmondták, hogy akkor és most milyen volt. Esetleg mondtak olyan jellegű dolgot is, amiből te tudsz merítkezni a következő előadások folyamán? Igen, hát először is ugye nagyon megdicsértek, ami jól esett, és hát elmondták az építő jellegű kritikákat is, hogy mire kell odafigyelni, ilyesmi, és hogy ettől reméljük jobb lesz majd legközelebb, vagyis most. Neked egyébként melyik a kedvenc? Van-e kedvenc részed egyáltalán a darabból? Mi az, amit legjobban szeretsz? Hát a vége az természetesen nekem is nagyon jó azt az utolsó jelenetet eljátszani, és ami még nagyon tetszik, az első felvonás végén a tábornokos jelenet, ami hát nagyon nehéz kibírni, hogy én ne nevessek a közönséggel, de azt a jelenetet is nagyon szeretem. Hunor mellett a pilótaként színre lépő Miklós Marcell Nimród is kedveli az alapművet. Ahhoz pedig, hogy gördülékenyen haladjon a próba folyamat, hozzájárult az is, hogy régóta ismerik egymást. Nagyon örültem, amikor Attila kiválasztott erre a szerepre, mert hát akárhogy is nézzük, ez az első nagyobb prózai szerepem, mondhatni félfő szerepem itt ebben a társulatban. Hatalmas élmény tényleg följönni a színpadra, és ahogy elkezdem az egész előadást, hogy én vagyok az egésznek az eleje és a vége, keretbe foglalom az egész történetet, ez fantasztikus élmény. A karakter megformálásához leginkább a Top Gun filmekből gyűjtöttem az ötleteket, mert hát ott is pilóta, és azok alapján próbáltam egy kicsit beleépíteni a saját karakterembe.
Milyen volt egyébként Hunorral együtt dolgozni? Ti azért több helyen fordultatok már meg együtt, ugye a társulaton belül is, meg versmondó versenyeken is, azért ismeritek egymást. Milyen volt együtt ez a próba folyamat? Hunorral már nagyon sokat játszottunk együtt, ugyebár mondhatni így az évek alatt már összenőttünk, akár egy dzsungelkönyvéről, akár egy hamupipőkéről van szó, akár egy mintamókusról ott is együtt játszottunk, illetve a versmondó versenyek, ahogyan azt említetted. Nagyon szeretek vele dolgozni, mert az az energia és idő és odafigyelés, amit beletesz akár egy próbába, akár itt az előadásra, az energiák, amiket felém közvetít, azok leírhatatlanok, és ezerszer jobb lesz tőle az egész. Mitől jó egy előadás szerintetek, vagy mitől jó egy karakter megformálása? Azért van már benne tapasztalatotok, hogyan szoktál készülni egyébként, hogyan szellemülsz át? Hát ha lenne erre valami matematikai képlet, hogy mitől lesz jó egy előadás, vagy egy karakter megformálása, akkor azt nagyon szívesen megtanulnám, de én csak azt tudom mondani, hogy egy karakter attól lesz jó, hogyha magadból belülről a te saját belső érzelmeidet belerakod, és szívből csinálod az egészet. Nekem a kis herceg üzenete az jelenleg rendkívül aktuális, mert hát én is most lépek át a gyerekek világából, kissé már a felnőttek világába, és nekem személy szerint azt üzeni, hogy amellett, hogy muszáj felnőni, és muszáj komoly embernek lenni, tartsuk meg magunkban a gyermeket. A Bajai Fiatalok Színháza tavasszal még 3 alkalommal mutatja be a híres könyvadaptációt a Városi Színház teremben. Ezt követően nyáron láthatja majd legközelebb az előadást a Nagy Érdemű. A társulat azonban addig is számít a bajai közönségre. Májusban ugyanis zenés színházi kalandozásra invitálja az érdeklődőket a Tiszta Szívvel című előadásra, amelyben megzenésített magyar és világirodalmi művekből hallhatnak majd dalokat a résztvevők. Június 1-én pedig a Színi Stúdiósok évadzáró vizsgáját tartják majd a színházban. Bár hamarosan vége az évadnak, a társulat idén-nyáron 18. alkalommal rendezi meg musical táborát, ahová ezúttal is 2 turnusban várják a jelentkezőket. Részletezte Ottmár Attila. Új alkotások díszítik a Bácskai Kultúrpalota emeleti galériáját. A Bajai Festők és Kézművesek Baráti Egyesülete egy csoportos tárlat keretében mutatta meg a közönségnek, mind dolgoztak az elmúlt hónapokban. Az Itt élünk, így látjuk című kiállítás egészen május végéig várja az érdeklődőket a helyszínen. 30 alkotó meg annyi munkájával találkozhatnak az érdeklődők, ha ellátogatnak a Bácskai Kultúrpalotába. Ugyanis az emeleti galéria ad otthont a Bajai Festők és Kézművesek Baráti Egyesülete legújabb tárlatának. Az Itt élünk, így látjuk című kiállításban különböző technikai megoldások és témák kerülnek előtérbe. Ez is azt bizonyítja, milyen sokszínű szemléletet képvisel a népes közösség, emelte ki köszöntő beszédében dr. Marcin István kurátor. Mint legtöbbször, ezúttal is azzal a céllal állították össze a tárlatot, hogy a tagok bemutassák, milyen munkákon dolgoztak az elmúlt hónapokban, mondta Val Zsuzsa, a közösség elnöke. Ismét sikerült szerintem egy nagyon színes kiállítást összehoznunk. Én úgy érzem mindig, amikor így bejövök egy közös kiállításra, hogy vibrál a levegő, hiszen olyan alkotásokról beszélünk, amik örömmel készültek. Elég sok színűek, ahogy te is láttad. Az üvegfestéstől a fafaragáson, a gyöngyfűzésen keresztül az akvarell, a grafika, az olajfestmény, az akril, mindenféle megtalálható, és ez adja a varázsát ennek a kiállításnak, hogy a kerámiától a vászonig minden megtalálható, és nagyon sokan mutatják meg ilyenkor ugye azt, hogy mivel foglalatoskodnak, mit készítenek, és ettől lesz ilyen színes és örömteli a számunkra is. Hát maga a kiállítás címe is erről árulkodik, hogy azt mutatjátok meg, ami foglalkoztat benneteket, amivel a mindennapokban is dolgoztok. Így van, ahogy Marcin István is elmondta. Örömmel alkotunk, és azt adjuk, ami bennünk van. Nem gondolkozunk, hanem egyszerűen csak ösztönösen, ami van bennünk, az kijön, és mindenféle anyagokban formát ölt.
Folyamatosak az alkotókhoz érkező pozitív visszacsatolások, amelyek újabb munkákra ösztönzik a kézműveseket. Ismét kaptunk visszajelzéseket, hogy úgy látják, hogy sokkal intenzívebb és jobb alkotások születtek, nem lenézve a tavalyi alkotásokat, hanem látszik a fejlődés az egyesületi tagoknak a munkáin. Nagyon sokféle technikát kipróbálnak, ötvöznek, illetve egymástól is ugye nagyon sokat tudunk tanulni, illetve most ebben az évben is a festőknek lesz majd egy hét, amikor ők fognak fejlődni, egy Budapestről jön egy festőművész, aki majd tanítani fogja őket, és akkor így megint egy kicsit előrébb lépünk. Az elnök maga is rendszeresen készít alkotásokat, a csoportos tárlatban egy színeiben és mintáiban is összetett mandalát tekinthetnek meg az érdeklődők. Nagyon sok minden járt a fejemben, benne van az elmúlás, a vágyakozás, a jövő, van benne egy nagyon erős érzelem, benne van a lepke, úgyhogy sok minden benne van, ami akkor foglalkoztatott engem, amikor készítettem. Minden mandalám, amikor készül, egyébként az aktuális lelki állapotomat tükrözi, úgyhogy a színeibe is, a formákba is, de mindegyikben van például szívecske, én ezt nagyon sokáig észre se vettem, de a szív minden mandalámban jelen van. De most ebben van pillangó, van benne ölelő édesanya, vannak benne kacskaringós vonalak, ami a folyamatot mutatja, és a színei azok pedig baja szeretete, hiszen a víz, az erdő, a nap, nekem ezt jelenti baja. Egy munkámat azt most fejeztem be, ami életem egyik legnehezebb munkája volt, és nem azért, mert nehéz volt megcsinálni, hanem fából készítettem egy urnát, és az volt az életem legnehezebb munkája. Illetve egy oszlopot faragok most, és alig várom, hogy befejezzek, illetve egy életfa van folyamatban, ami áttört technikával készül, úgyhogy azt is alig várom, mert egy 43 centi átmérőjű életfáról beszélünk, és azt nagyon várom, hogy megint csinálhassam folyamatában. A munkák mellett a tagok létszáma is folyamatosan emelkedik. Túri Ildikó például nemrég csatlakozott a közösséghez. A mindennapokban varrónőként tevékenykedő alkotó egy különleges sárközi népviseletet készített, amelyet a szeremlei díszítések és motivumok alapján tervezett meg. Onnan vettem az ötletet, ugyanis Szeremlén sok volt ez az összeházasodás, ez a innen-onnan összejöttek, és itt nagyon ügyes asszonyok jöttek össze annó idején, akármit nézzük, nagyon ügyesek voltak mindenféle tekintetben. Most jelen pillanatban, hogyha a népi öltözékekről beszélünk, tehát kreatívabbak voltak, nagyon sok mindent ügyesen megoldottak és kézzel vartak. Ma már nekünk azért könnyebbségünk, hogy géppel tudunk dolgozni, egy kicsit gyorsít, de ennek a ruhának az elkészítése 50 munkaóra volt. Ugyanis nagyon sok dolgot nem lehet rajta géppel készíteni, a varógép eltolja, szétveri az ezüst szálakat, az islangokat, a zsinort nem lehet fölvarni, tehát nagyon sok kézi munka kell hozzá. Úgyhogy magamról annyit, hogy én szeremlei származású vagyok, gyakorlatilag azon kívül, hogy Baján születtem, Szeremlén élek, most már 52 éve, szinte mondhatom azt, hogy anyatejjel jött a népviselet és a néptánc és a Szeremlének a népművészete, amit köszönhetünk ezeknek a ügyes asszonyoknak, akik innen-onnan, vagy az ügyes férfiaknak, akik ide hozták őket. Ettől ilyen színes nekem sárköz, és nagyon szeretem. És igaz, hogy most nem teljesen szeremleit készítettem, hanem inkább úgy mondjuk, hogy a túlsó félét, tehát akár a alsónyéket, vagy bátát veszem, vagy őcsényt, vagy decset. Nagyon színes a népviseletük, és mivel egyre kevésbé jutunk hozzá olyan anyagokhoz, amivel elő tudnánk állítani a ruhákat, ezért kihívás, egy komoly kihívás az, hogy meg tudjuk szerezni hozzá az alapanyagot, legyen, aki megkösse a rostot. Ezt a rostot, itt, ami most a babám van, egy 92 éves néni készítette,
nagyon ügyes keze van. Kovács Juliska néni őt név szerint is megemlíteném. Megemlíthetem még Juhász Istvánnét Bözsi nénit, tehát ő is még 80 év fölött, és ő is azért még hál' Istennek csinálja. Örülünk neki, és vannak fiatalok, akik tanulják. Tehát ennek nagyon örülök, mert nagyon sok mindent elveszítettünk már, sokféle motivumot, hímzéseket, és olyan dolgokat, amit már nem tudunk. A szövéssel kezdődik minden, tehát az alsó, legalsó pöndő alsó szoknyája a solti vászonból készült, amit szövőszéken szőttek, erős vászon, amire horgolt nagy csipke került nálunk. Úgy látom, hogy nem mindenhol, attól függetlenül, hogy sárköz vagyunk, de hasonlóak. Tehát alsó szoknyával kezdődik, utána jönnek a sifon rokolyák, ami egy finomabb szövésű vászon. Ezek ugye teljesen ilyen, hát pamutvászonnak nevezzük gyakorlatilag. Most már azért nem nagyon kapunk, van rajta egyébként 100 éves rokolya kettő. Most egy kicsit több, és van rajta új rokolya is. Sajnos a mai új anyagokban már több a műszer. Van, amikor pozitív, de van, amikor negatív. Az alsó szoknyáknál nem jó, mert nem fogja a keményítőt. Tehát próbálunk összevadászni régi vásznakat, ahogy csak lehet, vagy sifont, hogy tartsa a keményítőt. Ezeken madérra csipke van. Az egymásra rétegezett szoknyákra sejem ruha kerül, amit különböző hímzett szalagokkal díszítenek. Ennek a tetejére kerül az ablakos kötény, amit körbedíszítünk, és hát alatta a rost. És fölé jön a blúz. Most itt vannak azért olyanok, amikor válkendő van, most nem akartam a blúzt takarni. Nagyon sokféle röpikét és blúzfélét vartak, és azon azért az volt benne nekem számomra is a csoda, hogy annak ellenére, hogy ezek az asszonyok nem rendelkeztek szabászati előképzéssel, nem csináltak szakrajzot, és egy ilyen régi, elnyűlt, mojette blúz, ha kezembe kerül, akkor csak úgy elcsodálkozok rajta, hogy hogyan történt a kimerevítés, hogyan történt az ujjának a szabása, amikor nem egy egyenes ujj, hanem így követte a karnak a formáját, úgy szabták ki az asszonyok, és hát ez engem vonz, ugye ez olyan csoda jelleg. A viseleteket legtöbbször ünnepekre öltötték magukra a lányok és az asszonyok, de a vasárnapi szentmisére is ezekben mentek a templomba. Szeremlén az egyik legnagyobb hagyományőrző ünnepség, a pünkösdi ladikázás keretében napjainkban is találkozhatnak a díszített ruhákkal az arra járók. Az alkotások és az azt összefogó színes tárlat május végéig várja az érdeklődőket a Bácskai Kultúrpalotában. Újabb koncertre invitálja a zenekedvelőket a Bajai Liszt, ami. Az intézmény a tavaszi hónapokban több kulturális programot is kínál az érdeklődők számára. Április 26-án például az iskola pedagógusai lépnek majd színpadra a turisztikai központban. A részletekről Pető Attilával beszélgetünk. Köszöntelek a műsorban. Szia, köszöntöm a nézőket. Nem tudok, hogy a korábban megszokott művészeti programsorozat keretében szerveztétek meg az eddigi, illetve a következő programokat is, habár egy kicsit eltérő módon, mint ahogy azt korábban megszokhattuk. Mi annak az oka, hogy egymástól eltérő időpontokban láthatják és hallhatják a növendékeket, illetve a pedagógusokat az érdeklődők? A bajai zenebarátok tudhatják, hogy a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tavasz környékén jellemzően márciusban egy művészeti hét elnevezési programsorozatot szokott tartani, amelynek keretében tulajdonképpen három fő állomás van, a tanári hangverseny, a növendék hangverseny és a volt növendékeink hangversenye, és ehhez társul még vetésforgóban valamilyen zenei találkozónak a megrendezése. Idén egy kamarazenei találkozót rendeztünk fúvós és vonós hangszeres növendékek közreműködésével. De nem mindig sikerül egy hétre koncentrálni ezeket a programokat, ennek számtalan oka van. Én azt gondolom, hogy most a városban rengeteg programból választhat az érdeklődő közönség, és ez nem csak időpontbeli egyeztetések tekintetében okozhat gondot, hanem helyszínválasztás tekintetében is. Nem biztos, hogy mindenre jut helyszín és idő. Ez is oka annak, hogy most szétszóródtak a programjaink kicsit az időben.
és valóban, ahogy említetted, április 26-ára, szerdára került a tanári hangversenyünk. Gyorsan hozzá kell tennem, hogy az idén különös helyzet állott elő. A kollégák annyira lelkesen jelentkeztek erre a hangversenyre, olyan sok műsorszámot ajánlottak, úgy gondoltuk, hogy ezt két részletben szeretnénk megmutatni a közönségnek. Tehát április 26-án, jövő héten, szerdán lesz az első felvonása ennek a hangversenynek, és körülbelül egy hónappal később, május 24-én folytatjuk majd a programot, tehát nem megismételjük, hanem folytatjuk, mert annyira gazdag anyag áll rendelkezésünkre, hogy két hangversenyt is meg tudunk tölteni ezekkel a művekkel. Mi mindent hallhat majd az érdeklődő közönség? Nyilván ne áruljunk el minden titkot, de mire számítsanak azok, akik ellátogatnak a helyszínen? Nagyon örülök annak, hogy nem csak szóló művekkel készülnek a kollégák, hanem többen kamaraprodukciókkal is. Így lehet hallani majd triókat, vonós négyest is, illetve olyan énekes műsorszámot is, amelyet nem csak egy száz zongora kísér, hanem ezúttal fuvola is csatlakozik ehhez a hármashoz, és természetesen ott lesznek a szóló darabok is a legkülönfélébb hangszereken, basszusklarinéttól kezdve az orgonán át a fuvoláig nagyon sokféle hangszer fog megszólalni, és széles lesz a zenei kínálat is, hiszen romantikus muzsikát is hallhat a közönség, barokk szerzők darabjaiból is felcsendül egy-kettő, és kortárs művek is szerepelnek a programban, és lesz egy-két olyan könnyedebb hangvételű, amely akár a közönség számára is ismerős lehet, itt éppen olyan betét darra gondolok, ami egy filmben vált népszerűvé. Mennyire nehéz ilyenkor összeállítani a programot? Gondolok itt arra, hogy habár most két külön alkalommal mutatkoznak meg a pedagógusok, de nyilván itt is kell egyfajta határt szabni, mi az, ami beleférhet abba az egy kötőjel másfél-két órába. Én nem szerettem volna senkit sem elutasítani, hiszen tényleg nagyon nagyra értékelem a lelkesedést és a szándékot, hogy ők szeretnének közreműködni és bemutatkozni. Természetesen a dolog jellegéből fakadóan nagyon esetleges az összeállítás, hiszen ki készül azzal, amit ő kedvére valónak gondolt, ami a technikai képességeinek megfelel. De azt én tudatosan elvállalom, hogy ilyenkor egy kaleidoszkópszerű, nagyon vegyes műsor összeállítással tudunk előállni, és jól is van ez így, már egy picit a dolognak a dramaturgiáját fölépíteni, hogy az hogyan lehet hatásos, egy kicsit nehéz, de úgy érzem, hogy sikerült megoldani ezt a feladatot is. Pedagógusok lévén nyilván sok éves szakmai tudás áll a hátatok mögött, illetve minden fellépő háta mögött, de mégis azért gondolom mindenki számára izgalmasan telnek ezek a fellépést megelőző hetek, napok, hetek. Hogyan tudtok, mikor van időtök egyáltalán próbálni az oktatás, a versenyre való felkészítés a különböző elfoglaltságok mellett? Délelőtt. Hétvégén, tehát nyilván azokban az időkben, amik nem a tanítással telnek. Egy ilyen szereplésnek az elvállalása az sok szempontból plusz terhekkel jár természetesen, akár időben, ahogy most említettük, hogy a próbákra, gyakorlásra külön kell időt szakítani, de akár abból a szempontból is, hogy egy zenetanár számára a pódium szereplés az egy különleges alkalom. A négy fal között a növendéknek bemutatni valamit oktatási jelleggel, az más, mint amikor a közönség ül ott, akkor, amikor ő a CD-n, az interneten, az élő koncerteken hallhat kiváló produkciókat, nekünk ezzel kell bizonyos értelemben versenybe szállnunk, vagy azt a színvonalat produkálni, amelytől a közönség jól fogja magát érezni. Ebben az esetben nem takarózhatunk azzal, hogy mi a bajaiak vagyunk, és kevesebbet tudtunk, majd esetleg a drukkerség és az egyvárosból valóság átsegít bennünket a bajokon. Mindenféleképpen színvonalas produkciókkal kell a közönséget megtisztelni. Kiket vártok a koncertekre, az előadásokra? Mindenkit nagy szeretettel, azt is, aki barátja a komoly zenének, azt is, aki esetleg most kóstolna bele egy kicsit, hogy vajon mi is ez a műfaj, amiről őszintén szólva tudhatjuk valamennyien, hogy valóban nehéz a befogadása, nehezebb a befogadása, nem véletlen a könnyű zene kifejezés. Azt könnyebb befogadni, a komoly zenét kicsit nehezebb, de olyan élményeket adhat, olyan érzelmeket kelthet, amelyek miatt érdemes eljönni meghallgatni, és természetesen várjuk azokat is, akik személyesen ismernek bennünket, akár a zeneiskolából, akár máshonnan, de a kívülállókat is, hiszen tényleg egy sokszínű, mindenki érdeklődésére számot tartó műsorral igyekszünk fellépni. Májusban lesz ugye a második része ennek a koncert. Hát akkor mondhatjuk úgy, hogy egy koncert sorozatnak akár, így van. Ezen kívül terveztek-e még hasonló programokat az idei szezonban, az idei tanévben, vagy május után inkább kicsit a pihenésén ezt a főszerep? Hát a május még, egészen a június első napjaig
pontosabban a tanév végéig, nagyon hajszás a számunkra. Még egy programot szeretnék említeni, május 15-én a Zeneiskola volt növendékei fognak játszani, ezúttal a Madarász Alapítvány szervezésében. Olyan növendékeink jönnek vissza, akik jelenleg már a felsőfokú tanulmányaikat végzik, tehát ez egy izgalmas, sokszínű program lesz. És aztán várnak ránk az évvégi vizsgák, vannak még versenyek az előttünk álló időszakban, amelyre a kollégák készítenek növendékeket, úgyhogy sűrű lesz még ez az időszak, mire eljutunk oda, hogy nyár közeletével letehetjük a lantot. Sok sikert kívánok a következő időszakhoz és a mini sorozathoz is. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm a beszélgetést. Azt is megmutatjuk, milyen kulturális programok közül válogathatnak a következő napokban. Jubileumi koncert. Április 20-án bajánat koncertet a 4-szeres Grammy-díjas zenész Scott Robinson és a szintén nemzetközi sikerekkel büszkélkedő zongorista Emil Wiklicki. Az elismert előadók a bajai tárogató művész Gregus Pál születésnapja alkalmából látogatnak a városba. Folytatódik a bajai honpolgárestek sorozat. Április 20-án dr. Albert Sándor nyugalmazott egyetemi tanár tart előadást a fordítás folyamatáról. Az esnek ezúttal is az Ady Endre Városi Könyvtár ad otthont. Újabb előadásra invitálja az érdeklődőket a Bajárt Egyesület. A színi társulat ezúttal Kis Judit Ágnes, Karantén című művét állítja színpadra. A darabot elsőként április 21-én mutatják be a Bácskai Kultúrpalotában. Elmondjunk élettel! Április 22-én földnapi programot hirdet a Talpra Baja civil közösség. Az egésznapos program keretében környezettudatos előadásokkal, bemutatókkal és ingyenes koncertekkel várják a látogatókat a Duna Wellness Hotelben. Formabontó természetfotókiállítás. Április 22-én fotókiállítást szerveznek Baján. Az alkotásokat este 6 órától tekinthetik meg a Szent Háromság téren. Műsorunk végén köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. Addig is szép estét, viszontlátásra!